Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával elhoztunk nektek 10 olyan alkalmat, amikor a Family Guy egyik karaktere Beast Mode-ba kapcsolt. What the hell happened to you? I fell down the stairs. Well, you should be more careful. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a felnőtteknek szóló sorozat legvadabb pillanatait vesszük sorra. Ugyan a sok jelenet verekedést vagy erőszakot tartalmaz, de nem minden erőszak volt fizikai. 10. Lois kocsmai bunyója. Amikor a New Yorkiak ellepik Kohót, mert imádják a fák őszi lombkoronáinak gyönyörű látványát, a kisváros lakóinak hamar elegük lesz a nagyvárosiakból. Mivel Lois harcművészeti órákra jár, Peter könnyű megoldást talál a problémára. Meghívja őt a részeges kagylóba, és eléggé látványosan, bár nem túl kreatív módon, elkezdi sértegetni a New Yorkiakat. Get suck, Yankee suck, Nick suck. Amikor a nagyvárosiaknál elszakad a cérna és meg akarják leckésztetni Petert, Loisban feléled a védelmi funkció és rögtön támadásba lendül. Peter sértegetéseinek és Lois támadó fellépésének kettős játéka egy irgalmatlanul vicces és izgalmas jelenetet eredményez. Aztán Lois nem áll meg a New Yorkiaknál, hiszen még Zott tábornokot és cimboráit is visszaküldi a Phantom Zónába. Kilencedik, Brian vs. Kegmire. Bár a Griffin család kutyája és pervers szomszédjuk már többször is összeszólalkoztak egymással, most egy váratlan dolog miatt kaptak össze. Miután Kegmire megnyitja a macskaimádó kávézóját Brian kedvenc bárja mellett, a kutya küldetésének tekinti, hogy bezárassa a helyet. Sajnos a végén a kedvenc bárja kerül bezárásra, de Kegmire belátja, hogy képtelen gondoskodni az összes macskáról, és drasztikus intézkedésekhez folyamodik. Okay, who's ready for some breakfast? Oh crap, another one died. A rögtönzött temetésen végül összecsapnak. Kegmire egy ninja mozdulata a Brian mögé kerül, míg Brian vicces módon szabadjára engedi a belső kutyáját. You thirsty boy? Azonban Brian-t elütik a buszok, ami végül a kibékülésükhöz vezet. Honestly, I just thought that maybe I could put something good in the world for a change. 8. Peter vs. a trüsi tekivana sereg. Ebben az epizódban Petert több hollywoodi rendező stílusában kirúgják a munkahelyéről. I've had enough of your nonsense. Here's Christoph Waltz to fire you in a weird accent. You're fired? Természetesen a Quentin Tarantino féle rész tele van túlzásba vitt erőszakkal. Miután felébredt a kómába, a Peter hazatér, Ronald McDonald jelmezt ölt magára, és felkapja a villámmacskákból az Omen kardját. És Jules-t alakító Cleveland elviszi őt a sörfőzdébe, ahol szembeszáll egykori főnökével Angelával, és annak trüsi tekivanákból álló seregével. Angela! We got business! Sorry, that's my car alarm. Ami ezután következik, az valószínűleg a Family Guy történetének legvéresebb harca. Rengeteg vér folyik el, miközben Peter gyors ütemben és egyre abszurdabb módon vágja ketté az egyforma ázsiai riporter harcosokat. Ahogy Dr. Hartman mondja a rész elején, ez felesleges volt, de király. No, this is better. 7. Brian verbálisan megsemmisíti Kanét. Here she is! Brian, I present to you your polished turd for the evening. Senki sem igazán kedveli meg Griffint, ezért Brian vonakodva, de beleegyezik abba, hogy elmegy a lányjal az iskolai bába. Mégis, mivel felnőtt kutyaként részt vesz egy középiskolai bálon, ő maga is depis lesz, és egy kicsit, illetve nagyon berúg. Amikor meg legfőbb sulis zaklatója, Connie D'Amico kigúnyolja a lányt, Brian az alkoholtól felbátorodva a sorozat egyik legélesebb verbális pofonját osztja ki. Excuse me? Brian, let's just go. No, hang on, Meg. A lényeg alapvetően az, hogy Connie vonzereje nem lesz tartós, és hogy a kicsapongása miatt alacsony az önbecsülése, amit Meg piszkálásával próbál kompenzálni. Connie sírva távozik a buliból, és hát valószínűleg mindannyian pontosan ezt tettük volna. Ez nem egy szimpla beégetés volt, hanem egy konkrét megsemmisítés. Brian, that was amazing. No one's ever stood up for me like that. 6. Joe vs. Peter, Kegmire és Cleveland. A láttransplantációt követően Joe már nem szorul kerekesszékre. Útjára indul és megtesz mindenféle dolgot, amire eddig nem volt lehetősége, viszont emiatt egyre távolabb kerül a barátaitól, sőt úgy dönt, hogy elhagyja terhes feleségét, Bonnie-t is. There's nothing to talk about. I've outgrown you, Bonnie. I need to spread my legs and fly.
Peter, Cleveland és Kegmeyer elhatározzák, hogy visszaszerzik a barátjukat, ezért úgy döntenek, hogy összeverik Joe-t, hogy újra mozgásképtelen legyen. Bár valakit megnyomorítani nem éppen a barátság legjobb jele, viszont hárman sem bírnak elbánni Joe-val. Come on, guys! Get him! Ütései és rugásai miatt a trió hamarosan már alig tud talpon maradni. A brutális támadást Bonnie azzal koronázza meg, hogy megpróbálja maga elvégezni a munkát, de nem sikerül neki sem. Oh, my perfect ass! Oh, I'm sorry, Joe. I was aiming for your spine. Ötödik. Hol a pénzem? Briannek és Stewie-nak vannak vitái és összetűzései, de végső soron a legjobb barátok. Legalábbis, ha nem pénzről van szó. Stewie? Hey. Hey there. So, it's been 24 hours. Got my money? Amikor Stewie bookmakerré válik, Brian nagyot veszít egy olyan fogadáson, amit biztosra vett. Stewie, aki be akarja hajtani a pénzt, lecsap Brianre a fürdőszobában, összetör egy poharat az arcán és majdnem megfojtja. Brian próbálkozásai, hogy elkerülje a kifizetést, csak egy újabb borzalmas bunyóhoz vezet, majd térdre kerül és felgyújtják. Ha ez nem egy rajzfilm volna, könnyedén többszörösen halott lenne már. Stewie itt tényleg megmutatta a gonosz oldalát. Where's my money? Ez egy kegyetlen bántalmazás, mégis annyira eltúlzott, hogy még mindig a sorozat egyik legemlékezetesebb és legviccesebb jelenete. All right, I tell you what. You get one free revenge shot at me. Negyedik. Chris és Meg az ebédlőben. Miután Brian egy ízléstelen viccet süt el a Twitteren, ő és a család többi tagja a város kitaszítottjai lesznek. Chris és Meg az ebédlőben szembe kerül egy érzékeny csoporttal, akik ragaszkodnak hozzá, hogy máshol legyenek. It was just a joke. There's no such thing as jokes anymore. Yeah, we live in a post-joke world. Az egyik diák leveri Chris sapkáját, mire ő egy lassított tálcával való pofánveréssel válaszol. Ezután következik a bunyó, amely a Kingsman című filmet veszi alapul. Meg és Chris kíméletlen hatékonysággal veri, vagy öli meg osztálytársait. Bár lehet, hogy ez egy paródia, mégis rengeteg kreatív és eredeti koreográfiát láthattunk itt. A két idősebb Griffin gyerek úgy fest, mégiscsak tud vigyázni magára. Harmadik, minden csirkeharc. Oké, itt most nem egy konkrét esetről, hanem számos epizódban látott bunyós pillanatról van szó. Peter és az óriás csirke régóta tartó rivalizálása a Family Guy bizarr, de fantasztikus, folyton visszatérő eleme. Időről időre összefutnak egymással, és az epizód néhány percre akciófilmé változik. Peter és a csirke pusztítást és káoszt okoznak, bárhol is folynak a küzdelmeik. Bár a csirke legtöbbször halottnak tűnik a bunyók végén, de mindig feléled, viszont az a fajta erőszak, amit ilyenkor látunk tőlük, az mindig azt az érzést kelti bennünk, hogy ez mindkettejük számára a vég. De szerencsére nem, és mindig visszatérnek. Második, Lois Griffin vs. Deirdre Jackson. Let's go! Lois elkezd boxolni, hogy kiadja magából a Peterrel kapcsolatos haragját. Teljesen érthető, hogy valahol le kell vezetni a feszkót. Amikor azonban már visszavonulna, Deirdre Jackson kihívja őt egy párbajra. Jackson ereje elsöprőnek bizonyul, és Lois-t 5 menetben véresre veri. A 6. menetben is a földre kerül, de feláll, hogy felvegye a harcot ellenfelével, miközben Peter az Eye of the Tiger-t énekli. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Oh, get out of here. Yeah, okay. Lois visszaüt, és sikerül neki is kiütnie Jackson-t. Bár nem olyan véres vagy látványos, mint a sorozat néhány másik brutális pillanata, de ez a harc tartalmaz néhány jól kivitelezett mozzanatot, és megmutatja Lois elszántságát, illetve keménységét. Mielőtt felfednénk az első helyezettet, íme néhány igazdíjas. Megdühöngése, Peter és a haverjai bohóckodása kikészítik meg idegeit. Meg! That was awesome! Stewie kiveszi Peter spermáját. Stewie nagyon nem szeretne egy újabb testvért. Do you know what today is?
A bad day to be a sperm. Stewie és Bertram utolsó csatája. Ideutazás Da Vinci és egy nyilvessző a fejben. Nincs több kérdésünk. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Peter Griffin vs. Homer Simpson. Bár ez a két ikon kezdetben jól kijön egymással, összevesznek kedvenc sörük és egy velük kapcsolatos bírósági döntés miatt. You can't just slap a new label on something and call it your own? Well, maybe Duff should be in trouble for, you know, not being that great. Duff is an icon! Amikor Griffinék már indulnának, ezek ketten úgy döntenek, hogy összeverekednek. És micsoda verekedés lett belőle. Harcuk egész Springfieldet bejárja visszaemlékezésekkel, viccekkel és utalásokkal mindkét sorozatra. A harcuk során még szuperképességeket is kapnak, és az űrbe is kijutnak. Bár úgy tűnik, hogy Peter megnyeri a harcot, de végül Homer is rendbe jön, és kibékülnek. A rajzfilmes erőszak a legviccesebb kegyetlenségében van jelen, és bár a comic book guy-nak talán nincs jó véleménye a verekedésről, mi úgy gondoljuk, hogy ez a rész megmutatja Peter legvadabb oldalát. Worst chicken fight ever! Ti szeretitek a bunyós jeleneteket a Family Guy-ból? Melyik volt a kedvencetek? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!